És erről Szabó Tímea beszélt tegnap itt az Egyenes beszédben, el is mutatta, hogy milyen puszit küldött neki Harrag Péter az a bizottság ülésen. Horgas Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét. Mit szól mindenhez? Hát olyan jól indult a dolog. Szerintem jól is fog folytatódni. Na. Igen, igen. Az, ami ezen a bizottsági ülésen volt, az számomra is meglepő volt. Én tulajdonképpen úgy mentem oda, hogy ezzel semmi probléma nem lehet, hiszen tényleg hónapok óta tulajdonképpen minden érintettel, és mindenkit, akit megkerestünk, nagyon harmonikusan is jól tudtunk dolgozni, úgyhogy számomra is meglepő volt ez. De hát ez semmi más nem jelent, mint most, hogy mondjam, a történetnek ezt a részét lezárhatjuk, és foglalkozhatunk azzal, ami egyébként a történetnek ezt a részét, hogy akkor ennyi volt a politika, köszönjük nem, szépen. Nem. Én azt gondolom, hogy a pártpolitikának ezt a részét lezárhatjuk, bár éppen ma kaptam a hírt, hogy a Jobbik pedig mégiscsak a parlament elé viszi. Na de hát akkor, tehát nemzeti minimumról beszélünk, éhező gyerekekről beszélünk, és megoldást keresünk, és közben meg, hogy lezárhatjuk a pártpolitikát? Nem, hát most kezdődik csak igazán. Most az egyik párt hasznot húz abból, hogy a másik ezt elutasította, a másik meg majd emebből, tehát hogy igazából mi most vált pártcsatározássá. Igen, de ebben nekünk nem kell belefolynunk. Ez nyilván, hogy több felületen is és több szinten is találkozik a mi elképzeléseinkkel, de azt gondolom, hogy mi ameddig lehetett eljutottunk, és ami számunkra fontos, az az, hogy a minisztériummal mi folytathatjuk a közös munkát. A miniszterrel van egy egyességünk, egy megállapodásunk, és mi ezt szerint fogunk továbbiakban haladni. És ön is ott volt a tegnapi bizottságülésen? Igen, sőt, én beszélhettem is. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon megtisztelő volt. És ön is kapott ilyen légipuszit? Légipuszit nem, de biztatást igen. Igen. Tehát az, hogy mondjam, azért az elhangzott, hogy ezzel a javaslattal tartalmilag mindenki egyetért. Azért is volt meglepő, hogy a végén mégis úgy szavaztak, hogy nem. Hát, hogyha minden rendben van, akkor mi a probléma? Hát, én ezt a mai napig nem tudom. Ön számára kiderült, hogy ez mitől váltott a bizottsági ülésen? Korábban semmi probléma nem volt, minden párt támogat, és egyszer csak a bizottság ülésen így hirtelen ennyiben ez egy baloldali kampánnyá vált a Fidesz és a KDNP szerint. Igen, de hát igen, az is elhangzott, hogy ezt a baloldali ellenzéki pártok írták, nem. Hát ezen mi hónapok óta nagyon keményen, fantasztikus szakértőkkel dolgoztunk ezen az országgyűlési határozati tervezeten. Úgyhogy mondom, számomra ez teljesen meglepetés volt. De nem is volt egy előzmény? Egyszer csak így valaki azt mondja, hogy ez baloldali. Söpörjük. Nem. A KDNP részéről, én korábban Hoffmann Rózsát kerestem meg, aki szintén azt mondta, hogy neki tartalmilag nincs ezzel problémája, nemesnek tartja a kezdeményezés, de hogy ő úgy érzi, hogy ez kormányellenes, és amikor én erre megkérdeztem, hogy konkrétan mi ebben a kormányellenes, akkor erre nem kaptam választ, de mondom... Az éhes gyerekek megetetése az kormányellenes? Nem hiszem, nem, és mondom, mindenki alapvetően jó szándékú ebben. Én azt gondolom, hogy vannak olyan teóriák, vagy olyan félelmek, amit mi személyenként külön-külön tudunk kezelni. Úgy látszik, egy ilyen bizottsági ülésen ez nem lehet. De ezzel nincsen semmi baj, baromi sok dolgunk van, és mi ezt fogjuk folytatni. Jó, hogy ilyen optimistán áll hozzá. Köszönöm. Nincs más lehetőség. Köszönöm, hogy itt volt. Én.